Sziasztok, gyerek! Robi vagyok, és a most következő videónkban pedig olyan embereket fogunk megtekinteni, akiknek csupán egyetlen egy dolguk lett volna, de hát a sajnálatos módon nem jött össze, szóval brutálisan durva munkai balesetek meg bakik lesznek ám itt. Én egyetlen egy dolgot kérek csak tőletek, hogy csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, és amint megvan, bele is kezdhetünk, készüljetek fel, ugyanis szerintem... Mi történt ott veled, emberem? Szóval szerintem nehezen fogjuk majd tudni az állunkat. Felkapni a földről. Mi volt ez a hatalmas nagy ötlet? Hogy majd te leszel a hosszabbítónak a folytatása, és majd megpróbálod vezetni az áramot? Megnézném azért, hogy a fejében mégis mi játszódott le, de itt is van akkor nekünk a következő klipünk. És tudjátok, már egy órája próbálja ledönteni ezt a falat, de hát jött a szakértő, és simán puszta kézzel elintézte, hogy tessék, miért falazol körbe egy tévét? De kajakra. Neki nem véletlenül van pocakja, ugyanis az munkaeszköz. Hát a hasával tartja különböző gépeket. Nagyon remélem, hogy itt amúgy nem ilyen laza 5-10 méterről esett le a telefonod, illetve az állványod. Pedig azért a terve egyszerűen hibátlan volt. De hát kell neked a melóhelyeden TikTokoznod? Mi ez az összeállítás? Milyen kis csillesen nyomatja a motorcsónakot. Mindaddig, ameddig van motor. Aha, ezért kell nekünk vízszintmérőt használnunk. Képzeld csak el, hogy megbízod ezt az úriembert, nyugi, már egyenes lesz az egész, és mutatja is neked, hogy mennyire egyenes, közben pedig ez a végeredmény. Na, milyen segédje lesz? Az összeállításunkban ítélve. Eléggé borzalmas. Hát erre nem volt felkészülve. Az egyszer biztos. De nézzétek meg a kasszás. Nem szól meg semmi, hanem csak nézi, hogy egy csomó reklámszatyrot, vagy nem tudom, hogy mégis mi volt az, húz maga után. Na? Ne! Az emberünk nem vette észre, hogy az asszony nélkül indult el, és azt hitte, hogy már nagyon is felszállt a motorra, de sajnálatos módon még nem. De szomorú amúgy ez. És tudjátok, egy óra múlva vette volna csak észre, hogy az asszony hol van, otthon hagytam. Ő pedig eltévesztett, hogy mégis melyik az autója. Méghozzá élő adásban. Most mondanám, hogy figyú, mindenkivel megesik, de nem. Hát még a színe sem hasonló. Nem, hogy a típus se vagy valami. De biztos, hogy csak sok kocsija van, és nem tudta, hogy most melyikkel jött, hát persze. Aha, hogy ezért volt akkor múltkor a krumplimnak műanyag íze. Most már mindent értek, mert az ott dolgozó alkalmazott véletlenül beleejtette a telefonját. Na, mit vágunk, uraim? Ne! És elvágta a kábelt. Hát erre nem sok esély volt, de nézzük a jó oldalát. Legalább nem a saját ujjadat vágtad le, meg semmi. Mit érez ez a légiforgalmi irányító? Csóri repülők pedig így mennek össze-vissza. Pont erről beszélek. Jaj, de jól volt ez megcsinálva. De ne csináljátok már, hogy ezt nem direkt csinálja. Tudta, hogy ezt direkt csinálta? Hát, te nagyon is meg akartad szivatni a haverodat, én úgy érzem. Hogy mit csinálsz? Hova tűnt az emberünk? Mi szívta itt fel? Nem akarta átjárni a munkáját, na. Amikor is órák óta már ezzel szenvedsz, és csinálod a melót,
amúgy a segítőt helyett is. De hát jön a segítőd, és próbál neked segíteni, amelynek ez lesz a végeredménye. Hát azt ott már temetheted is be. És oda van nekünk írva, hogy senki sem sérült meg ez a videó közben. Biztos? És kontrollált környezetben történt ez. Aha, láttam én, hogy mennyire volt kontrollálva az a környezet. Ilyen az igazi tűzoltó, aki bizony nem csak a tűz ellen harcol, hanem még a tűzoltó tömlő ellen is. Amúgy... mennyire kis romantikusba vannak. Hát már lassan a Titanicot is újraalkothattátok volna. Ilyen az, amikor a munkahelyeden jól szórakozol. Hát nem volt felkészülve arra. Hogy bizony mennyi jó van áztetőn. Így kell csinálni azt, hogy ne dolgozzam úgy semmit, csupán úgy tedd, mintha dolgoznál. Na, milyen kis csilles ez. Ők biztos, hogy nem csupán munkatársak, hanem igazából barátok is, a civil életben is. Na, amikor is azt mondják, hogy az AI le fogja uralni a világot, akkor azért nem erre gondolnak. Egy kis csalással, de végül is ő nyert. Ő úgy volt vele, hogy egyáltalán nem számítanak a módszerek. Mennyire elege lehet belőle? De hát figyelj, ez a fal nem volt valami stabil, valljuk be. Ő csak megkímélt téged attól, hogy majd később kelljen újra kezdened, amikor is meglátja megrendelőt, hogy mégis mit műveltél. És amikor azt hinnék, hogy ez nem lehet rosszabb, na akkor lesz minden sokkal, de sokkal rosszabb. Mi volt itt az elképzelés? Nem érezte, hogy az alatta lévő padló azért eléggé instabil? Mi? Az ott liszt? Nagyon is liszt volt, legalábbis úgy festett? De nem már! Az egy zsírúj zongora! Miért próbálkoztál meg azzal, hogy... egyedül próbálod elcipelni? Képzeld csak el, hogy nézed vissza a biztonsági kamera felvételeidet, erre pedig meglátod ezt. Hát nagyon is elfelejtette behúzni a kéziféket, de úgy festem úgy számomra, minthogyha gyorsabb lett volna, mint a kocsi, hát bízzunk abban, hogy sikeresen utolérte még időben. Milyen kis pankrációs mozdulatok vannak. Hát ilyen egy igazi asszony, egyből már olyan is feléd, hogy jól vagy? Majd pedig bám, ő is elcsúszik, és telibe lekönyököl téged. Íííí. Hát szerintem ez jobban fájt, mint az első zakózásod. Az már ott fog maradni örökre. És majd egyszer az utókor megtalálja, és elkezdi majd elemezgetni, hogy mégis miért hagyhatták ott. Valami titkos üzenet? Közben pedig egyáltalán nem. Miért? Én itt nagyon is elbeszélgetnék a feltalálóval, hogy érti-e a biciklinek a lényegét. És kajakra az állat, gördeszka kerekeket rakott rá, na itt mégis mit kell néznünk. De ne! Hát mekkora bal szerencse kell ahhoz, hogy pont akkor essen le a telefonod, és úgy, hogy észre se vedd, és telibe elkapd a kis bal teddal. Figyelj már, nézd már meg, hogy mégis a betonkeverőnek a végében mi van. Eski nem foglak megszivatni, hát persze, ő nagyon is bedölt ennek. Csak békésen ott parkolsz, erre pedig amikor jössz vissza, ez a látvány fog téged fogadni. Annyira nem lennék ezeknek az embereknek a helyében. Ki lesz a centízbe, ki fér még főnök, bízz csak ide, csináltam már ilyet, aha? Ilyen létezik? Hát nem hinnék a szememnek, hogyha velem szembe történne ez meg, és átélném ezt, de hát szerencsére nagy eséllyel nem fogok én ilyet átélni. Hát bőven elég ez képernyőn keresztül is. Amikor megkéred a feleségedet, hogy figyelj már kicsim, nagyon veszélyes ez a létre, és kérlek tartsad. Ugyanis rajtad múlik az életem, de hát az asszony kapja is az SMS-t, és hirtelen el is terelődik a figyelme, de még az a szerencs, hogy éppen időben meg tudta fogni azt a létrát. Ugyanis, hogyha nem tudta volna,
akkor bizony az emberünknek akár végzetes sérülése is lett volna, hát az a kézifék ott nincsen behúzva. Na? Hát ki volt neki adva, hogy egy kicsikét tervezze újra a házat és üsse ki azt a falat? Nem volt az neki megmondva, hogy nem kaphat szabad kezet és nem tervezheti újra azt a részt sem, tudjátok? Nem véletlen volt ez, hát persze, hogy nem véletlen volt. Annyira nem értem, hogy mégis miért kell dobálni a csomagokat. És ott az a baj, hogy szerintem akár törékeny csomagokkal is simán beadja egy csomó futár. De szerencsére Magyarországon én nem nagyon láttam még olyat, hogy bárki így nagyon durván bánna a csomagokkal. Kellett neked arcoskodni és driftelgetned a sok áruval. Azt tudti, hogy ebből egy életre tanultál, és már mostantól kezdve extra óvatos leszel. De ezt vajon akkor levonták a fizetéséből? És mondjuk abban a hónapban nem is kapott fizut meg semmi? Azért jó látni, hogy mennyire rutinosan manővereznek itt az emberek. És hogy szerencsére senkinek sem esett semmi baja. Éreztem, hogy egyedül kevés leszel hozzá, hogy megfogd. Mi? Hát de majdnem összeesett a ház. Hát nézzétek már meg, hogy hogy mozgott. Hát nem csak a hú mozgott ott annyira, hanem a házad is így. Na de akkor zárjuk is le ezzel a klippünkkel ezt a videónkat. Remélem, hogy ettől jobb napotok lett. Hogyha igenis tetszett nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Én köszönöm a figyelmet, ott van a leírásban a gameplay csatornám, és mindenféleképpen iratkozzatok fel oda is. Majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!